Már egészen fiatal korban kialakulhat a magas vérnyomás problémája. A szakemberek ennek két nagy csoportját különböztetik meg, az elsődleges és másodlagos magas vérnyomást. Előbbinek sokszor az orvosok sem tudják a pontos okát, ezeket főleg genetikai, lelki és idegrendszeri problémák okozzák. A másodlagos esetben azonban mindig van valamilyen konkrét kiváltó ok. Ezek hormonális, és a gyerekeknél pedig nagyon gyakori a vese eredetű vérnyomás. Viszont azt mondom, hogy míg eddig azt mondtuk, hogy a gyerekeknél többnyire másodlagos, tehát szervi eredetű a magas vérnyomás, egyre több az elsődleges, tehát a primér magas vérnyomás. Egyrészt az életmód, másrészt a nagyon sok elhízott gyerek miatt, ahol szinte a kövérséggel együtt jár a magas vérnyomás betegség is. A magas vérnyomással ellentétben az alacsony nem jelent komoly problémát orvosi szempontból, általában egyfajta kellemetlen érzéssel jár. Főleg serdülőknél, de egyre több felnőttnél is előfordul, hogy hirtelen vérnyomás csökkenésnél szédülést tapasztalnak, és vannak ájulásra hajlamosak is. Ezek mögött a legtöbb esetben komoly betegség nincs, életmódváltással és megfelelő folyadékbevitellel javítható a helyzet. A nem megfelelően kivizsgált és kezelt magas vérnyomás azonban komoly károkat okozhat. El tudjuk képzelni, hogy van egy eredendően súlyos betegség, mondjuk van egy vese fejlődési rendellenesség, vagy a vesét ellátó érrendszernek egy komoly problémája, és azt nem ismerik föl, hát abból katasztrofális következmény alakul, hisz olyan komoly károsodások következhetnek be, ami vagy a magas vérnyomás maga okoz nagyon súlyos eltérést, vagy az alapbetegség válik olyan súlyossá, hogy esetleg visszafordíthatatlan. Tehát azért a magas vérnyomás betegségnek megvan a kivizsgálási protokollja, ezt minden orvos tudja, hogy honnan kell indulni, mikor, milyen vizsgálatokat kell végezni, de az is nagyon fontos, hogy gondozásba vesszük ezeket a gyerekeket, mert ugye, hát ha követjük, akkor nem vész el, és akkor ha követjük, akkor nem is lesznek kóros következmények. A gyermekorvos hozzátette, a ma tapasztalható nagy számú kardiovaszkuláris halálozásnak az az oka, hogy vannak elhanyagolt esetek, és sokan akkor mennek orvoshoz, amikor már súlyos agyi vagy szívkoszorúér elváltozástól szenvednek. Ezért már gyermekkorban fontosak a szűrővizsgálatok a megelőzés szempontjából, hiszen sok esetben ilyenkor véletlenszerűen derül fény egy-egy betegségre.